Sporting Lisszabon. Ahogy a Tóvárosi Általános Iskola kisdiákja mondja, a Sporting Lisszabon együttese érkezik városunkba, és ezekben a napokban ez az Európa Liga csoportmérkőzés tartja izgalomban a városlakókat. Mert a vízinek szurkolom. A szurkolás mellett a futball is a gyerekek egyik kedves időtöltése, ezért a nagy meccs előtt egy nappal, egy nagy kedvenccel, Polonkai Attilával, a Videóton első bajnok csapatának tagjával együtt edzettek. A büntetőknél Polonkai Attila segített a kicsiknek, aki szerint ez a fajta futballáz sokat segíthet a csapatnak a csütörtöki meccsen. A labdarúgó abban bízik, hogy a Videóton hazai pályán győzelemmel zárja a mérkőzést. Nagyon nagy örömmel látom, hogy tényleg rengeteg ember, nagyon sok kisgyerek, és tényleg egész Fehérvár itt a Európa Liga lázában ég. Én úgy érzem, ez a csapatnak mindenféleképpen egy óriási segítség. A rendőrség előzetes információi szerint kevesebb, mint 200 vendégszurkoló érkezik majd Portugáliából. Ennek ellenére a hatóság kiemelt biztonsági kockázatúnak értékelte a mérkőzést. A rendőrség a meccs külső és belső biztosításában is részt vesz. Nem tervezünk nagyobb zárásokat, természetesen támogatjuk az érdeklődő szurkolókat, hogy külön kerülőt ne kelljen tenniük, amikor megközelítik a stadiont. A rendőrség a Csikvári utat zárja csak el az autósok elől, így a stadion a homoksor felől lesz megközelíthető. A hazai szurkolók gyalogosan mindegyik bejáratot használhatják majd.